A helyismeret mellett megfelelő fizikai állóképességre is szükségük van azoknak a rendőröknek, akik vállalják, hogy nem gyalog vagy autóval, hanem biciklivel indulnak járőrözni a hegyvidéken. A rendőrök ugyanis akár több tíz kilométert is megtesznek két keréken, és nem ritkán az embert próbáló emelkedőkkel is meg kell küzdeniük. Ennek ellenére egyre több egyenruhás lát el ilyen jellegű szolgálatot. A kerékpáros szolgálat az azért hatékonyabb, mert nyilván a gyalogos szolgálattól eltérően sokkal gyorsabban érnek ki az adott helyszínre a kollégáim, valamint a gépkocsis járőr szolgálattal szemben olyan területeket is megközelíthetnek a kerékpárral viszonylag rövid idő alatt, amely a gépjárművel nem lehetséges. A kerékpáros rendőrök ugyanolyan eszközökkel rendelkeznek, mint a gyalog vagy autóval közlekedő kollégák. A biciklik felszerelése viszont speciális. A hegyvidéken látunk egy szolgálatot, ezért ugye teleszkóppal ellátott. Ez egy fölmatricázott rendőrségi jelleggel ellátott szolgálati kerékpár. A hegyvidéki önkormányzat támogatásával 3 éve jelentek meg az első kerékpáros járőrök a 12. kerületben. Ez a tapasztalat a kerékpáros járőrszolgálat ellátása során, hogy közelebb kerülünk az állampolgárhoz, tehát bátrabban megszólítanak, leszállunk a kerékpárról, közvetlenebb a kapcsolat. A biciklis rendőrökkel főként a Normafánál, a Városmajor Parkban és a Gesztenyéskert környékén találkozhatnak a kerületben élők.